Na hát jó reggelt, mámo, na megmutatom, hogy hogy kezdődik nálunk egy átlagos reggel. Sziaszti! Figyeljétek, de a ragyos, amár ő is ébren van. Most aluk át. Elég jó aludt, egész éjjel aludt most. Jó sok kaját kapott a tegnap. Tehát tudott aludni bőven. Mondjuk mindig jó sok kaját. Látjátok rajta, hogy milyen kövér. Most is reggelente szoktam még neki adni ugye száraz kaját, hogy ne legyen problémája ebből. Most szedek a tyúkoknak összesen másfél fanglinyi tápot. Azért csak másfél fanglinyit, mert ezt is ugye este kapnak két fangli van, csak reggelente csak másfél jár, mert általában az estiből mindig marad. És akkor mindjárt még a Eszkimónál is. Csak előbb a tyúkok, mindig nálam úgy van, hogy előbb a tyúkokat kell elintézni. A tyúkok azok ízésebbek. Azok materánsabbak. Kutya az, el van, izé. Nézzétek-e, itt vannak. Az útban. Ott a galléros, itt a kakas, itt a furcsa szemű kis tyúkocska, de ez is tök. Ja, ezt nézzétek-e, mit csinálnak. Kis ratyi disznók. Ratyi disznó anyjukat ám amúgy. Ilyen a kakas. Nézzétek, amit csinálnak. A kakas az nem ilyen, az mindig csak örködik fölöttük. Nem tudom, mire fel, mert itt biztonságban vannak. Tyúk out. Ez egy ilyen reggeli út. Régebben még ki tudtak szökni, most már nem, mert régen ugye nem, tehát nyáron ugye például nem zártam be őket. Oda, mert hogy mi a francnak, mert kint melegebb volt, mint bent. Tehát, hogy most mindig itt kint aludtak, de most már, hogy hidegek vannak, ma főmennek mindegyik a tyúk belül legfelső fokán aliszik. Na, akkor most jöhet az Eszkimó. Az ő etetésénél is szükség lesz a fanglira. Amiből kiszórom ezt a port. Ugye, hát ezt így kiszedem. Zsákot kinyitottam. Ja, hát lehet, hogy kint el leszek tízzel, minden, hogy befér ezen a nyíláson a fangli. Most így hirtelen. Várjatok egy picit. Így né, megvan a kaja, ennyi reggeli, ezt szokta kapni reggelire, tiszta száraz, tehát opiám, mert most azért eléggé ínséges időket élünk, ugye tudjuk, hogy a csodálatos kormány mit csinált, hú, abban még van a tegnapival is, látjátok? Most nem tudtam bele neki. Így. Kap egy kis kajcsit a reggelire. Ez így napközben el van. Nem ide. Jó, az már a fanglira, már este már nem lesz szükség, mert este konzervokat szokott inkább kapni. Csak így reggelire én inkább preferálom ezeket a... rohadt hideg van, van 5 fok. 5 fok van. Mennyire látszódott. Tyúkok már kijöttek. Még ott van a jó kaja. A csirkék azok ilyenek. Ez most nem lesz dumálós videóm. Nem ezt terveztem. Ez vajon mi lehet? Ez egy gyertyamécse, ez egy temetői mécses van ide téve. És abban pedig az a kis tea mécses. Tudjátok, melyikről beszélek. És ide félrepakoltam, látjátok? Meg ott is van hátul egy, de az mellékes.
Igen, hogy osztjuk ám itten. Ezt a részt, ezt jó kiganajoztuk. Ide mindent kiszedtünk, mert nem kell ide semmi. Hát úgy terveztük, itt lesz a többi tyúknak is majd a... akik még fontosak, ők is itt lesznek majd eltemetve. Ezt becsukom. És ennyi. Na, nagyjából ezt kell csinálni, így az állatokkal. Hát tegyük még az eszkikének hozhatok vizet. Szerintem nem fog érte megharagudni. Hát mondjuk még egy harmad vize megvan, de hát most... az nem biztos, ilyen, főleg, hogy száraz tápot kap, ugye reggelire azt megissza délutánig azért. Megissza a magáit. Most is fölveszem nektek ide-oda, hogy a reggel hogy kezdődik. Hát viszek neki ennyi vizet. Finom vizet. Hogy így van, mert úgyis ezt a bolond szárazat kapja reggelire, ropogtassa már, ugye hát ezt ropogtatni kell. Ez el van egy darabig, csak pontosan délutánig elviszek sétálni. Jó, megfuttatom, jövünk haza, kap konzerves, kapta konzervet, száraz tárpal meg házikozta összekeverve, és jó napot. Hát ez lett a paradicsom meg paprika ültetvényben. Hát ez van sajnos, hát ez egy ilyen volt. Úgyhogy egy átlagos napunk nekünk így kezdődik. Lehet, hogy másnál máshogy, de nálunk így. Ugye ez kiké. Egyet csak a fincsi száraz tápot. Egy átlagos reggel nálam így kezdődik, itt tojás. És csak egy héj. Tojásokat reggelente nem szoktam találni, inkább délután szoktam kiszedegetni. Nézzétek azt egy ízé szemtakarmányt akarják felszedni. Meg van az, amelyiknek a hasa ilyen kopasz lett valamitől, nem tudom mitől. Kitippelték neki a többiek. Aztán egész nap így fekszik. De nincs baja. Csak annyi a baja, hogy kopasz a hasa. És azért fekszik, mert fázik alulról. És akkor melegít magának egy kicsit, azért fekszik egész nap. Ami amúgy nem egészséges, de hát ez van sajnos, hogy ki, mert megkopaszították ezek a dögök egymást is ám. Az összesnek megkopaszodott a nyaka. Még gallérosomnak is lett egy ilyen nagy kopasz volt itten. Ő neki nem kopasztották körülbelül, azért az visszatámad, de nem úgy a... Még azért annak is kitipkedték a tollát, tehát aznak is megpróbálták kitipkedni a tollát. Úgyhogy jó, sziasztok!